magasabbról messzebbre látunk, többet fog be a szemünk. Városok, hegyek, völgyek, erdők suhannak alattunk. Olyan mindez, mint egy kiterített nagy térkép. A szemünk előtt kirajzolódott tájat légi fényképen, sztereó fénylemezen rögzítik. A felvételt először üveglapos acélkeretbe foglalják. Ezt követően az egész lemezt a térképkészítő készülékbe, az úgynevezett sztereoplanigráfba helyezik. A lemezeket átvilágítják, és a kép megjelenik a műszerben. A látómező közepén a gép gömbmérő jele végighalad a vonalon. A gép rajzolófeje ennek megfelelően húzza meg a vonalakat. A gömbmérőjel még a rétegvonalakat is letapogatja. A rajzolt térképet retusálás után gondosan átvizsgálják, majd lefényképezik. A kész térképlapot ezután nyomdában sokszorosítják. Így készülnek városok, ország és világrészek térképei. Hazánkban mintegy 4000 különféle térképet nyomtatnak. A térkép segítségével jobban, alaposabban megismerhetjük hazánk szép tájait, hegyeit, völgyeit, vizeit. Az autóstoppos fiataloknak az elsődleges célja a szórakozás. A legutóbbi rendőri ellenőrzéskor a várakozók kétharmada dolgozó és tanuló fiatal volt. Mások igazolatlanul mulasztottak. A 40 fiatal közül 2 egy fillér nélkül állt ki az országút szélére. 6-nak pedig mindössze 10 forintja volt. Az autóstopposok körében köztudott, hogy lejutni egyszerű a Balatonhoz, de visszajutni nehéz. Nem véletlen, hogy egyre gyakoribbak a motorkerékpár lopások. Mindezek alapján azt kell mondanunk, hogy az állami gépkocsi vezetők ne kapjanak engedélyt az alkalmi utasok felvételére. A magánautósoknak pedig azt tanácsoljuk, hogy ne essen meg a szívük az út szélén sokszor térden állva könyörgő autóstoppos fiúkon és lányokon. Ne támogassuk a fiatalok felelőtlen szórakozását. Már is 2000 kilométert ugrottunk Moszkvától délre, egyenesen Szocsiba. Ezt a fiatal embert valahol már láttuk. A hölgyel viszont most találkozunk először. Milyen kitűnő eszköze lehet egy eredeti kaukázusi kalap a nemzetközi kapcsolatok felvételének? A Fekete-tenger rivierája 28 fokos vizével májustól októberig várja vendégeit. Találkozás egy világvárossal, szabálytalan találkozás egy kedves ismerőssel. Ez a híres Nyevszkij sugárút, ahol minden igazi leningrádi naponta legalább egyszer megfordul. Ha a tekintetbe vesszük, hogy ez közel 4 millió embert érint, nem kis dolog. Nem beszélve a külföldiekről, mert itt aztán van látnivaló. A forradalom harcainak szimbóluma az Aurora örök időkre horgonyt vetett a néván. A téli palota ma a világ legnagyobb múzeumának, az Ermitázsnak ad hajlékot. Virág elvtárs, hogyan látja a fizikai és szellemi dolgozók egymáshoz való viszonyát? Hát... mit mondjak? Talán úgy is mondhatnám, hogy van. Bizonyos százalékig egy jó elvtárs és baráti kapcsolat van. De van olyan, aki mondjuk úgy felülről néz rá arra dolgozóra. Nem tetszik neki, hogy esetleg piszkos a ruhája, olajos a ruhája ott a munkapadnál. Olyan is van, vagy én kimegyek a kapun, kérem, engem megmotoznak.
megmotoznak. Az ember sokszor a háta borsódzik, mert én maximális becsületes ember vagyok, mert nekem az az elvem, hogy nehéz becsületesen élni, de jó. Hiszen a hátam borsódzik, mikor az embernek kotoráznak ott a táskájában, meg szétpakolják ott a cuccát, meg mit tudom én micsoda. De ki megy az a szellemi dolgozó, jó napot kívánok, tessék parancsolni. Szóval ez egy olyan visszataszító, szóval, mint ha ember-ember között lenne különbségtéve. Szervusz, Kati! Szervusz, gyere be! Te! Hogy csinálod? Mit? Hát ezt! Értem. Ráérsz? Rá! Akkor kísérj el, jó? Jó. Jó napot kívánok! 70 deka. Nagyon szép máj. Az annyi, mint 84 forint. Érted már? Ide figyelj. 196 forintért vettem a liba. 84-et most visszakapok belőle. Így a 6 kiló zsír meg a hús csak 112 forintomba kerül. Vagyis 1 kiló... Még 19 forintba se jön. Tessék! Köszönöm. Igazán? Igazán? Igen. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Te Kati! Igen? Nem adnád kölcsön a kosarad? Tessék! Ez jó lesz. Hogy? Tessék. Én mit? Édes kis libuskám, eszem a májad. De hogy a májad? Az uzád, mert a májad eladom a felvásárlónak. A liba egy rendkívüli állat, amit a liba tud, nem minden állat tudja megcsinálni, mert például 12 hét alatt egy 8 dekás libát 8 kilóval is tudunk leadni. Ez azt jelenti, hogy 12 hét alatt 100-szoros súlyát tudta felvenni. Ezen kívül adja ezt a csodálatos valutát, érő májat, amiért most is a termelőknek képesek az első osztályú libamájé 600 forintot is fizetni. Dolgoztam 15 évet TSZ-ekbe, itt a helyi nyomdába, Pesten, és a libatömésnél kötöttem ki, amit igen megszerettem. Nagyon szeretem a kis állatokat, és hát meg vagyok elégedve azzal is, hogy jó munkába, vagyis kedvem szerinti munkába, és kedvem szerinti bérér, mert azért ebből a 4-5-6 ezer forinttal nőléttemre elég jó kijövök. A férjem 43-as építővállalatnál dolgozik, és hetenként péntek este jön, ő is pihenni kívánna, nem nagyon tud nekem segíteni. És bizony nagyon sok építőmunkásnál megvan az, hogy beleszoknak picit az italba, és az nagyon sok pénzt elvisz. És ezt nekünk kell sajnos itthon a hozzátartozóknak bepótolni. Libatömőbe részeg ember nincs. Ha részeges, lumplen, kicsapódós ember nem tud megmaradni, mert ezt a libával nem lehet összeegyeztetni. Hobbi, szenvedély, kettelés. Ennek a lakásnak egyik szobájában valóságos indián múzeumot rendeztek be. Különféle indián használati, kultikus és dísztárgyakat gyűjt tudományos felkészültséggel Lorenz József üzemgazdász. A falakon eredeti indián tárgyak és ruhadarabok, csákány, békepipa és még sok értékes tárgy.
Gyűjteményének egyik érdekes darabja ez az indián fejdísz. A fejvédőket, azaz a kalapokat is lehet gyűjteni. Csőke József, a filmhíradó rendezője különböző országok sapkáit és kalapjait gyűjti. Sok-sok fejfedőt talál Udai lakásában. Egy speciális magyar gyűjtőszenvedély. Sokan azt gondolják, hogy talán nincs is értéke, de így együtt bizony, mint gyűjtemény, nagyon is értékes. A gyufa címke változatos földrajzi és társadalmi ismereteket nyújt. Látható itt több mint 100 éves régi magyar címke is. Olyan gyűjtő is akad, akinek nem a címke, hanem a gyufás doboz tartalma kell, mégpedig minden mennyiségben. Eltávolítja a gyújtórészt, majd ragasztóba mártja és egymás mellé illeszti a pálcikákat, mert a gyufa még gitár készítésére is alkalmas. Erre használja Horváth László, a Kistex tisztviselője. A gyufából készült gitárhoz 12 000 gyufaszálat használt fel. Hiába tudás és tapasztalat, ha én rászedlek, pusztítod magad, s még szunyókál a lelkiismeret, romlásodat magad is élvezet. Parancsolj! Mi ez? Kis semmiség. Ha meggyújtod illatos füstelék, egy találmányom, kátrány s nikotin. Rászokni könnyű, leszokni róla kín. Akkor miért szívják hát a férfiak s a nők? Ne engem kérdezz, ezt mondják meg ők. Elősegíti az emésztést. Csillapítja az éhséget. Hízás ellen. Élénkít. Megnyugtat. Ébren tart. A legjobb altató. Már nem vagyok gyerek. Szívhatom. Nézd csak, Ádám. Ez itt az alkohol. Fénylő üvegben 1 liter pokol. Gin, vodka, whisky, vermút és konyak. Alig ismerem egyik másikat, de enyém az érdem, hogy kitaláltam. Nincs jobb szer ennél az öngyilkolásban. De miért isszák, ha méreg s részegít? El sem hiszed, gyógyírként tisztelik. Mondják, a szeszhoz borúra derült, télen melegít, forró nyárba hűt. A kezdet 1 korcs, majd 1 fél deci, majd 2, 3, 4 már megteszi. Elszabadul ki, issza és vedel. Már nem elég pohár, korsó, veder. Nyelés nélkül addig dönti magába, míg kikészül szíve, veséje, mája. Na, piros szárnyú keszeg sem lennék a Balaton partján. Mennyi szakértő, figyeljék csak a típusokat. A lelkiismeretes, az aggályos, a magabiztos, az elegáns. Oh, pardon, és aki még csak az imént volt magabiztos, ezt a tájat gondoltam, szép nagy tábla szőlő, azt hiszem megfelel. Szép, de nézzük meg a másik oldalt az jobb fénybe. Hát, valóban lehet róla szó, mert itt a hegyek háttérben ott vannak. Nagyon szépen kezelt szőlő. Dehogy! Fene enné meg, innen is elkéstünk. Hát már nincs szőlő, hát nézzétek meg, már rég leszüreteltek itt. Hát az nem baj, attól még szüretelhetünk mi filmen. Gyerünk, lányok, gyorsan! Gyerünk, gyerünk, már várnak a szüretnél. A csinosakat vegyük előre. Ez természetes, a csinosakat azokat mindig előre szoktuk rakni. Mosolyogni, kedvesen! Mosolyogjon! Na ez az! Fölemelni, megnézni. Gépben nem nézünk. Jól tömjétek ki azt a puttont, olyan kevés a szőlő borzalom.
Egészségükre. Egészségére. Jól sikerült szüret volt, azt hiszem. Köszönjük a segítségét, elnök elvtárs.